A tudomány ünnepe a Magyar Tudományos Akadémia által 13 éve minden novemberben megrendezett országos programsorozat. Szegeden ilyenkor azt is megünneplik, hogy a város a hazai tudományos élet fontos központja. Az egyetem és az akadémiai központ tudósai szoros együttműködésben dolgoznak. Itt van 14 szakbizottság, 80-valahány munkabizottság, tehát hogy a hétköznapi aktivitásaikat egymás felé meg akarják osztani a kutatótársaink és az oktatók, és azon kívül a nyit, ugye ez az intézmény a falait mindig is nyitva tartotta a város felé, bárki eljöhet a rendezvényeinkre, ez a legfontosabb. Kondorosi Éva akadémikus, az ENSZ főtitkárának tudományos tanácsadója, az Európai Tudományos Tanács tagja, Közelebb Európához című előadásában arról beszélt, hogy mit kellene tennünk a jövő társadalma érdekében. Készítettünk egy tanulmányt, amit most októberben adtunk át az ENSZ főtitkárnak, amiben az ajánlások között az szerepel, hogy ismerjék el a tudományt, mint az innovációnak a forrását, és a politikusok, kormányok ilyen típusú kutatásokat támogassanak. Ennek nagyon fontos feltétele, hogy kiváló kutatóink legyenek, aminek az alapfeltétele a nagyon erős oktatás. A tanulmány szerint mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a kutatók következő nemzedéke folytassa majd a munkát, mert csak így lehet jobbá tenni az emberi társadalmat, hazánkban épp úgy, mint a világ más országaiban is.